Január 31-én a Farkasréti temetőben eltemették Tamás Gáspár Miklós filozófust, közírót, egykori politikust. Hosszú betegség után január 15-én hunyt el, 74 éves volt. A szertartáson több százan vettek részt, köztük számos ismert közéleti személyiség, filozófus, egykori és jelenlegi politikus. Gyászbeszédben búcsúzott tőle Karácsony Gergely főpolgármester, Baranyi Krisztina, egykori tanítványai és Selyem Zsuzsa irodalomtörténész is. Mi lesz velünk? Voltaképp egy dologra tanított meg bennünket, hogy ezt a kérdést föltegyük. A veszteség felett érzett gyászban egy vagyok a tisztelők széles táborából, egyike az olvasóknak és a küszködve értőknek, és azoknak a demokrata politikusoknak, akiken Tamás Gáspár Miklós az elvszerűséget és a bátorságot kérte számon sokszor, igaza volt, fogalmazott a főpolgármester. A kortárs magyar közgondolkodás legnagyobb rockstárjától búcsúzunk, mondta Baranyi Krisztina, aki intellektusát és humorát dicsérte Tamás Gáspár Miklósnak. Delejesen okos volt, elegáns és szellemes. A parlamenti beszédeit hallgatva úgy képzeltem, ilyen egy politikus. Beszéde záró gondolataiban gyászolt a szenvedélyét és érzékenységét, úgy fogalmazott, amiből nem kértünk, legalábbis nem eleget, amíg lehetett. A sírhelynél Iványi Gábor metodista lelkész búcsúztatta a filozófust.